Valami nem működött az OSC-nél, nem jöttek az eredmények, mert ugye az újbudai férfi pólósokat bajnoki és kupa aranyra is alkalmasnak gondolt a vezetés a szezon előtt. A középszakaszban harmadik helyen végző klub edzője Vince Balázs lemondott. Az új helyzetről a főszponzor üzletember Apáti Endrét kérdezem már, és jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát ez egy korszak, mert ugye ez az önök duójának egy hosszú ideje folyó munkája volt, ami lezárult. Igazából mondhatjuk azt, hogy mindkét fél így akarta, békével és mindkét fél akaratából történt ez a váltás? Ez egy 6 éves együttműködés volt, 3 év Szegeden, 3 év itt az OSC-nél, és hát a helyzet hozta azt, hogy egy indulatmentes megbeszélésen elváltunk. Mármint, hogy akkor ön sem marasztalta, Vince Balázs se akart maradni, igen, hanem hogy együtt jutottak arra a következtetésre, igen, hogy mondjam, kifáradt ez a kapcsolat csapat meg edzője között? Igen. Erre nem köztem és a Balázs között, hanem a csapat és ő közötte. Ez azt jelenti, hogy itt a csapatban volt a klikkesedésnek is jelei? Most éppen nem. Most éve, de volt olyan idő, amikor nem. Igen? Nem, a fásultság jelei mutatkoztak inkább. Na most igazából morális és mentális bajok voltak ezzel a csapattal, mert azt utána már a hétvégi tét nélkül, de mégiscsak fontos Fradi elleni győzelem után Gornagy Miklós mondta, hogy ez a csapat ez tud vízilabdázni, és ugyanúgy tud, mint előtte tudott. Hát reméljük is egyébként. Igazából egy ilyen, talán nem is tudom minden, fásultság, azt hiszem ez a legjobb kifejezés, hogy nem működtek a dolgok. Uh-huh. A parton se, a vízben sem, sehol. Mióta van ez így? Tehát ha most indulatmentes volt az elválás, akkor azért gondolom műhelyen belül ezt akár indulatokkal is már azért egy ideje próbálja megbeszélni, vezetőedző, játékosok. Beszélgettünk róla, ez kétségtelen. Hát főleg az eredménytelenség volt az, ami idáig vezetett. A játékban sem mutatkoztak azok a vízilabdában szükségszerű vagányság elemei, amik mutattak volna valamit a csapatnál. Innen a vezető, a főszponzor szemszögéből miben látta a fő okot? A tréner volt az, aki nem tudta már őket motiválni? Ez így egy nehéz kérdés szerintem. Ez a játékosok felelőssége az pont ugyanúgy megvan, mint a tréneré. És azt hiszem, hogy még a tréner lemondásában a külső körülmények is szerepet játszottak, hogy a csapatot ő úgy gondolta, hogy az ő személye miatt nem úgy kezelik, mint ahogy megérdemelni. Na most ezt nézzük csak, mert ugye a VLV-nek nyilatkozva ön mondta, hogy vannak kemény hátvédjeink, galamblelkű átlövőink, kapáson is, rossz kézoldalon is. Nem hiszem, hogy a sok mozgásos játékunk vagy a stabil védekezésünk indokolna, hogy folyton kétszer annyi büntetést kapjunk, mint az ellenfél, és akkor még nem beszéltem arról, amit nem mutat a statisztika, a kontrákról. Vagyis a bírók sújtotta OSC a vízilabdában az olyasmi, mint a fociban a Fradi? Jelen pillanatban? Húha! Ez egy nehéz kérdés, én csak a statisztikára hagyatkoznék ebben a kérdésben, ami mindig azt mutatja, hogy az OSC kapja a több büntetést. És azóta, amióta a fejemhez vágták azt, hogy hát mert ilyen a játékstílusunk, azóta semmi más nem figyelek, csak azt, hogy különbözik-e az OSC játékstílusa az ellenfélétől, és meg kell állapítsam, hogy abszolút nem. A csapat játékstílusa az teljesen megfelelő, a durvaság nem jellemző a játékunkra. Igaza lehet akkor Balázsnak? Mármint, hogy akkor a vezetőedző stílusa, vagy reklamálási stílusa, vagy nem tudom, az is benne van egyébként, amit például a BVSC hazai meccsén ugye kiállítással jutalmaztak, emiatt el is volt tiltva egy meccstől,
ezért a Tóth Laci az bemutatkozott már a Fradi elleni előző meccsen is, de csak azt szeretném mondani, hogy például a szombati meccsen, ahol tényleg nagy harc volt a vízbe, és mondom, hogy semmivel több szabálytlanságot nem követett el a csapat, ott is az volt, hogy a hazai pálya előnyét, ezt mindig szokták mondani, hogy lejt a hazai pálya, az nálunk most ugyanúgy lejtett, mint az idényben eddig bármikor, hogy az ellenfél több kiállítást kapott, mint mi. Na most, Tóth László az új tréner, ugye belülről oldották meg ezt az utódlás jelen pillanatban, a Fradi ellen győzelemmel kezdett, és miután a meglepetésre a végén, a középszakasz végén az Eger előzött, és megnyerte azt, a Szolnok előtt így a Dózsa lesz az elődöntős ellenfél. Azért ez mégiscsak jobb így 3-3-ról indulni, mint 0-6-ról? Hát 3-3-ról jobb indulni, mint 0-6-ról, ez kétségtelen. Készülünk. Tóth Lászlótól is a döntőt várja el? Ez a mai viszonyok között a tisztességes helytállás lenne a logikus elvárás. Persze, ugye, ahogy szintén a VLV-n a egyik játékosunk, Németh Toni mondta, hogy lehet 19 lapot húzni. Hajtunk. Ez történt most, ez volt a cél. Igen. Ezért is döntöttek úgy, hogy ebben a helyzetben nem érdemes messziről, kívülről hozni egy trénert? Hát olyan gyorsan történtek a dolgok. Történtek az események, hogy egyrészt nem is lehetett, másrészt igazából az edző kérdéssel most nem akarunk foglalkozni, majd az idény végén, vagy mondjuk úgy, hogy amikor az OSC fontos meccsei befejeződnek, akkor foglalkozunk azzal, hogy mi legyen jövőre az edző kérdéssel. Mert ugye az is egy fogós kérdés lesz, hiszen Tóth László most azt mondja, hogy a női válogatott elfoglaltsága miatt ezt ő abszolút ideiglenes jelleggel látta, de azt is mondja azért természetesen, hogy hát várjuk meg, hogy milyen eredmények jönnek. Tehát ebbe tényleg nem lehet tudni még, hogy mi lesz, hogy ő marad-e esetleg, vagy új tréner után kell nézni. Teljesen nyitott a képlet? Teljesen nyitott egyébként, és a női válogatott másodedzői posztja az nem teszi lehetetlené egy első osztályú férfi csapatnál az edzőséget. Hogyan látja, mert ugye több fronton is ott van még a lehetőség, magasra tették a mércét a szezon elején döntőbe jutni a bajnokságban, a Magyar Kupában, és hát ha nem hivatalosan, de azért elérni a Final Six-et lehetőleg a BL-ben. Hol van itt még a legnagyobb esély? Mert hogyha ott is nézzük, majd a végén egy Szolnok elleni győzelemmel, ha most a héten nálunk is látható meccsüket a Nizza ellen hozzák, akkor összejöhet. Hát hajtunk, hogy háromszor verjük meg a Szolnokot egymás után. Nem lesz könnyű. Ja, és ebből a háromból legalább kettőt Szolnokon játszunk. Igen. Igen. Úgyhogy hajtunk, persze. Melyiket tartanám nagyobb dolognak, vagy fontosabbnak most, hogy már ebben a kialakult helyzetben a magyar bajnokság? A magyar bajnokság változatlanul. Uh-huh. Igen. A BL-t pontosan ebben az időszakban, amiről beszélünk, amikor a csapaton a fásultság jelei mutatkoztak, saját magunk szúrtuk el. Uh-huh. Ez a csapat, állítom, el is mondtam valahol, már nem tudom, hogy hol, simán meg kellett volna verni a Bressát oda-vissza. Igen. Ehelyett két döntetlent játszottunk velük. Tehát ez a csapat állítja, simán egész év alapján és az erőviszonyok alapján ott kell, hogy legyen a Final Six-ben. Ott kellene, kellett volna. Kellett legyen. Volna, vagy kellene, most meglátjuk. Igazából nem rajtunk múlik. Különben azt, ha már mind a két frontot nézhetjük, a Szolnok az OSC mumusa, vagy inkább az Eger, hogyha az elmúlt évek összességét tekintjük, mert idén inkább az egriek. Idén az Egerrel többször játszottunk, nem is játszottunk többször, mert ugyanannyiszor játszottunk, de idén, az idei év azért nem jellemző, mert amikor ezekkel a csapatokkal játszottunk, akkor már lejtmenetben voltunk. A legelső meccsen megvertük a Szolnokot, azért indulunk most 3-3-ról. Tehát Igen. Nem indult ez a szezon rosszul, csak rosszul
folytatódott, de lehet, hogy jól fog befejeződni. Egy biztos, mert azt olvastam, szintén a VLV-nek már megerősítette, hogy a kedvés, az ambíció nem csökken, jövőre is erős csapat lesz, és ott fog maradni a klub mögött. Igen, igen. Ha röviden akarok válaszolni, akkor így van. Ez egy évre lát előre, igaz? Tehát általában igen. Uh-huh. Ez az üzleti élet miatt van, hogy nem tudjuk azt, hogy milyen tendenciák lesznek, mennyit fordíthatunk a sportra. Azt már tudja, mert hogy abszurd módon ez így van kézilabdában, vízilabdában is, hogy a csapatépítés az már gyakorlatilag a fél évtől elkezdődik, és akkor keresgélnek játékosokat, meg átigazolnak, meg elmennek, meg meglepetések érik az embert, és nem pedig a szezon végén, ahogy ez mondjuk régen szokásos volt. Szóval ez a keret egyben marad. Nagy részt igen. Nagy részt egyben marad, de azt kell mondjam, hogy idén nagyon hamar elkezdődött az átigazolási időszak. Ennek a sejtem az okát, de nem tudom. És tehát ilyenkor, február-márciusban a csapatépítésről beszélni, ez korábban sosem volt napirenden, inkább májusban. Most rákényszerültünk, úgyhogy most nagyon keményen dolgozunk a jövő évi csapaton. Az erősítésen. A végére értünk, de akkor mindenképpen változtatlanak az ambíciói. Tehát Apáti Endre szeretne még bajnok csapat főszponzora lenni Újbudán. Persze. Ez a cél. Igen. Igen. Sok sikert hozzám. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzám. Köszönöm.